Nagy érdeklődés kísérte a Szent István Művelődési Házban Bakonyi István József Attila Díjas irodalomtörténész Eszenciák című új könyvét. A tanulmányokat és kritikákat tartalmazó kötetet a házigazda Jakubek Tiborné és Lernel Zsolt alpolgármester köszöntőjét követően Péntek Imre József Attila Díjas költő ajánlotta az olvasók figyelmébe. Bizony, ez egy nagyon jó dolog. Egyrészt tanulmányokat, kritikákat olvashat az ember tőle. Az Eszenciák című kötetének, tehát az új kötetének az első felében, vagy első részében Vörös Marti, Csongor és Tünde. Tündét boncolgatja, második részében pedig a kortárs klasszikus írók, költőket elemzi. Természetesen nem hiányozhat a határon túli magyar irodalom, semmit pedig egy szlovéniai, muraközi magyar írót mutat be nekünk István. A kötet első részében Vörös Marti drámáinak elemzését olvashatjuk, de természetesen teret kapott a már elhunyt, illetve velünk élő kortárs klasszikusok csoportja is. Mészöly Miklós, akinek a kis prózáit, míg Kalász Mártonnak a 70-es évekbeli líráját szemlézi Bakonyi István. A jelen felé haladva olvashatunk Petőc András regényeiről és Zalán Tibor illusztrált verses kötetéről, és nem hiányozhat a határon túli kitekintés sem, Bence Lajos a muravidéki lírikus újabb kötete és a Szlovákiában élő Fellinger Károly könyveinek elemzése. Sokat dolgoztam az elmúlt években, és a kötetben látható írások különböző folyóratokban jelentek meg. Hozzáteszem, hogy van egy kivétel is, mert a Vörös Marti drámáiról szóló írásom az egy önálló kötetben is megjelent néhány évvel, de úgy gondoltam, hogy ez egy más közeg, és érdemes Vörös Marti romantikus drámáiról foglalkozni, annál is inkább, mert azt gondolom, hogy a Csongor és Tündén kívül kevésbé ismert az a tény, hogy több mint 10 történelmi drámája van a kiváló reformkori romantikus szerzőnek, akinek ugye sok köze van a mi szülőföldünkhöz is. Az irodalombarátok bizonyosan örömmel vették ezt az új kötetet, hiszen ahogy Péntek Imre fogalmazott ajánlásában, Bakonyi István az értékközvetítés szakmailag hiteles mestere.